Képviselőasszony, az országgyűlés alelnöke. Parancsoljon, alelnök asszony, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Mi Hazánk mozgalom nem ért egyet azzal az alapfilozófiával, amit ez a javaslat képvisel, ezért nem támogatjuk azt, hogy az oktatásban valami fajta hátrányos helyzetű kvótát vezessenek be, és büntessék azokat az intézményeket, amelyek nem felelnek meg ezeknek a brüsszeli előírásoknak. Nem történik más ugyanis, mint hogy az Európai Unió pénzéért és a cigányság szavazataiért a kormány feláldozza a normákat követő családok gyermekeinek a biztonságát, amit a leghatározottabban visszautasítunk. Persze azok után, hogy a Fidesznek kvázi első számú kulturális arcává lépett elő Kisgrofó, vagy éppen Győzike az utóbbi időben, várható volt, hogy ezt sajnos ehhez hasonló szellemiségű törvényjavaslatok is fogják követni. Először a javaslat, illetve vélhetően elfogadott törvény létrehozásának a körülményeiről szeretnék beszélni, mert nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy ezt a javaslatot önök nyíltan le is írják, hogy Brüsszel mondta tolba önöknek. Ez elképesztő. Hogyha a népszerű és ismert viccet idézném, akkor azt mondhatnánk, hogy a szabadságharc, az üzlet meg üzlet. Önök feláldozzák a magyar oktatási rendszert azért, hogy hozzájussanak az Európai Uniós pénzekhez egy olyan javaslattal, amely egyébként az önök eddigi általam is sok tekintetben, sőt stratégiailag is több helyen hibásnak tekintett oktatáspolitikájába egyébként nem illik bele. Ha ez annyira jó ez a javaslat, önök eddig miért nem alkottak az elmúlt 13 évben még csak hasonlót sem? Semmiféle kvóta nem jelent meg eddig az oktatási rendszerben, szerintem helyesen, és alapfilozófiájában ellenzem a kvótákat, most pedig megjelenik új elemként, nyilvánvalóan a brüsszeli liberális politikai elit elvárásainak megfelelően. Tehát önök a szabadságharcnak ezt a részét, e tekintetben erre a részére vonatkozóan letették a fegyvert, és meghunyászkodtak. A magyar oktatási rendszer és a normákat követő családok gyermekeinek a biztonsága nem ér önöknek annyit, hogy ezügyben konfrontálódjanak a brüsszeli bürokratákkal. Ez a helyzet, ez a valóság, a nagyon-nagyon szomorú valóság. Mi az elvi különbség a között, hogy Brüsszel mondjuk LMBTQ jogokat, vagy az LMBTQ jogok népszerűsítését szeretné a magyar oktatási rendszerre rákényszeríteni, és a között, hogy ők mondják meg, hogy a mi gyerekeink egyébként milyen közösségekbe járhassanak iskolákba. Mert a bevándorlás elutasítása kapcsán önök elvi álláspontként azt fogalmazzák meg, hogy a magyar emberek dönthessenek arról, hogy kivel akarnak együtt élni. Ha önök ezt gondolják, ebből nyilvánvalóan következne az, hogy a magyar szülők dönthessék el, hogy az ő gyermekük milyen közösségbe jár iskolába. Ha önöknek ez az elvi álláspontjuk, akkor nem lett volna szabad engedniük a brüsszeli pénzekért cserébe sem, hogy elvitassák és elvegyék ezt a jogot a magyar családoktól, a magyar szülőktől. Önök mégis megtették. Mert úgy tűnik, hogy ez a kérdés önöknek nem ennyire fontos. És az itt elhangzott felszólalások kapcsán, elnézést kérek, hogy ezt mondom képviselőtársaim, de úgy látom, hogy önök fordítva ülnek a lovon. Mert az, ami a magyar iskolákban akár szegregáció, akár diszkrimináció kapcsán történik, az elsősorban nem oktatási kérdés. Az elsősorban biztonsági kérdés. És a Covid-nak nem csak az a hatása volt, hogy azok a gyerekek, akik akkor jártak első, második, harmadik osztályban, nehezebben sajátították el az alapokat, hanem az is, hogy a nehezen kezelhető mentális problémákkal küzdő gyerekek száma brutális mértékben megnőtt. Nem csak ezekben a korosztályokban, hanem minden korosztályban. Az iskolai erőszak, a konfliktusoknak a száma brutális mértékben elszaporodott, és ezt szintén nem követte le az államszervezet, sőt, tovább megyek, az elmúlt 30 évben nem történtek meg azok a változások az iskolarendszerben, amely változások a társadalomban megtörténtek, mert igen, ma egy 6 éves egészen más, mint egy 6 éves volt 30 évvel ezelőtt, és a mi oktatási rendszerünk nem csak szegregáció tekintetében, hanem gyakorlatilag semmilyen tekintetben erre a készségek szintjén is megnyilvánuló változásra nem adott választ.
A pedagógusoknak egyenként kell választ adniuk a mindennapokban, és a saját kreativitásuk, saját szaktudásuk alapján kell ezeket a helyzeteket, ezeket a változásokat megoldani, ami szintén garantálja, hogy az az óriási különbség, ami jelen van az oktatási rendszerben, az továbbra is fenn fog maradni, sőt, tovább megyek, növekedni is fog. És amikor arról beszélek, hogy ez nem oktatási kérdés, hanem biztonsági kérdés, akkor szeretnék csak a közelmúltból kettő nagyon felháborító példát felhozni. Korábban az országgyűlés nyilvánossága elé hoztam az aszódi esetet, amikor szintén az áldozat volt az, aki iskolaváltásra kényszerült, és gyakorlatilag semmilyen következménye nem lett a bántalmazó gyermek vonatkozásában annak, hogy ő egyébként a társait folyamatosan megalázta, de két szintén az elmúlt, mind a kettő ebben a hónapban történt, szeretném ezekre felhívni a figyelmüket. Az egyik egy borsodi iskolában történt, amikor is csoportosan támadtak meg egy kiskorú fiút az osztálytársai, földre vitték, hanyat fekve tartották, a szájába füvet, kavicsot és homokot tömtek. A bántalmazott fiú szégyelte az esetet jelezni a tanárainak, illetve a szüleinek is, és csak akkor vették észre, amikor a megbetegedése, ennek az esetnek következtében előállt megbetegedése közvetlen életveszélyes állapotot eredményezett, és idézem, az életét a szakszerű egészségügyi ellátás mentette meg. Ezt követően az ügyészség mit indítványoz? Tehát majdnem meghalt egy 11 éves fiú. Mit indítványoz az ügyészség? Próbára bocsátást. Ami azt jelenti, hogy a büntetés kiszabását ugye mellőzzük, tehát ez nem azt jelenti, hogy felfüggesztett büntetést kapnak, azt indítványozza az ügyészség, hogy próbára bocsássák azokat az elkövetőket, akiknek a cselekménye következtében majdnem meghalt egy 11 éves fiú. Felháborító. És amikor ezeket olvassák a szülők, és ezt élik át a mindennapjaikban, akkor persze, hogy el akarják menekíteni a gyerekeiket ebből a környezetből. És ez nem azért van, mert nem tetszik a másiknak a bőrszíne, vagy a szemeszíne, vagy a nem tudom micsoda, hanem mert féltik a saját gyereküket. Mert az állam nem áll melléjük. Ennél még felháborítóbb az érdi eset. Amikor kórházba kellett szállítani egy fiút, mert a testnevelés órán az osztálytársa, a túlkoros osztálytársa bántalmazta. Amikor az édesanyja bement az iskolába, az igazgatónőhöz, a beszámolók szerint még őt vonták kérdőre, hogy a támadó fél családját ismerve ne csináljon ebből ügyet. Micsoda? Micsoda? Ne csináljon ügyet abból, hogy a gyerekét kórházba kell szállítani? Ez az igazgató a helyén van még, államtitkár úr. Tettek bármilyen lépést ez ügyben? Majd ezt követően mi történt az édesanyával? Néhány nappal később a Tétényi utca közelében egy ismeretlen férfi megtámadta és többször is megütötte őt. Tehát mit lát az áldozat ezekben az esetekben is, és a korábban általam a parlament elé hozott aszódi esetben is? Hogy az iskolák, a tankerületek, a vádhatóság nem jár el kellő szigorral az elkövetőkkel szemben. És ebben a tekintetben óriási a látencia. Óriási, hiszen mindegyik esetben az történt, hogy nem mertek szólni az áldozatok, amikor pedig az édesanyja bement az igazgatóhoz, akkor néhány nap múlva őt is megverték. Felháborító. Az állam nem tudja garantálni a gyerekek biztonságát az iskolákban. Több Pest vármegyei igazgató elmondta nekem, hogy ők évek óta szeretnének iskolaőrt a saját intézményükbe, de mindig azt a választ kapják, hogy nem tudnak biztosítani, nincs elég munkaerő. És ez a kulcsa ennek az egész kérdésnek. Hogy lehetősége van-e a szülőknek, ha már az állam nem tudja biztosítani azt, hogy egy állami intézményben, egy oktatási intézményben az ő gyermekük biztonságban lehet, akkor legalább nagyobb anyagi terhet és a családi logisztikát is megterhelve vállalják, hogy másik iskolába, távolabbi iskolába viszik a gyereküket. Mert a valódi áldozatok egyébként ők. Nem azért mennek el, mert nem tetszik a gyerekük mellett ülő kisfiúnak a bőrszíne,
Hát azért mennek el, mert az állam nem garantálja biztonságukat, és nem is azért, mert nem jó az oktatás színvonala. Nem oktatási kérdésről van szó alapvetően, és ezért ülnek fordítva a lovon azok, akik előttem megszólalnak. És az oktatás színvonala ezekben az intézményekben azért rosszabb, mert a fegyelmezési problémákkal rengeteg idő elmegy az órán is. A tanárokkal szembeni magatartás is megváltozott az elmúlt 30 évben. A pedagógusokat nem védi olyan erősen a törvény, ahogyan védte őket az elmúlt 30 év korábbi időszakaiban. Ez az alapvető kérdés, nem az oktatás színvonala. Erről majd akkor fogunk tudni beszélni, hogyha ezt megoldottuk. És azért felháborító, mert ezt a lehetőséget veszi el a norma követő családoktól. És ha már itt Brüsszelről beszéltünk, és arról, hogy ez az Európai Unió elvárása, akkor ajánlom államtitkár úr figyelmébe Franciaország egyik rendeletét, amelyet idén augusztusban hoztak. Eszerint Franciaországban az áldozat helyett az fogja otthagyni az iskolát, aki bántalmazta a többieket. Tehát a franciák szintén hasonló események következtében hoztak egy olyan rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy az elkövetét vegyék ki ebből a közösségből, mert egyébként ez lenne a normális. Mert igazságtalan, hogy az áldozatnak kell elmenekülnie, az áldozat családja az, aki ennek a nagyobb terhét vállalja, mind a gyermek, hiszen neki ezáltal minden nap korábban kell kelnie, a család életét úgy kell szervezni, hogy őt el tudják juttatni a távolabbi iskolába, a szülők munkaszervezését úgy kell kialakítani, hogy biztosítsák azt, hogy haza tudjon menni, érte kell menni akár autóval vagy tömegközlekedéssel, tehát az elmúlt 30 évben egy olyan igazságtalan rendszert működtetnek, önök is és a korábbi kormányok is, amely az áldozaton veri el a port, és az áldozat az, akinek odébb kell állnia. Nem. Nem. Ez igazságtalan. Azokat a gyerekeket kellene kiemelni ezekből az intézményekből, és aztán nekik segítséget nyújtani, mert valóban szükség van arra, hogy ezeket a gyerekeket nem megoldás, hogy másik iskolákba rakosgassuk, ugye az aszódi esetben az elkövetőnek ez volt a harmadik iskolája, mert mindenhonnan elmenekült, de hát ugyanolyan közegbe került, ugyanolyan iskolába nem kapta meg a speciális segítséget, amire egyébként neki is szüksége lenne, mert nem a saját kútfejéből jött nyilván az, hogy ő erőszakot kövessen a többieken, hanem olyan a családi háttere. Sajnos, tehát igen, az államnak e tekintetben is lenne feladata, de az, hogy elveszik a lehetőséget ezektől a családoktól, még azt a lehetőséget is, hogy a többletterheket vállalva elvigyék a gyermekeiket, ez nem hogy előrelépést jelent, hanem visszalépést jelent államtitkár úr, és igazságtalan, tehát sokkal inkább ennek az ellenkezőjét kellene csinálniuk, azt, hogy azokat a gyerekeket, akik nem akarják, és ez nagyon fontos, nem akarják betartani a normákat, azokat emeljék ki a normákat betartó gyerekek közül, és biztosítsák minden egyes iskolában, minden egyes településen azt, hogy a gyerekek biztonságban tölthessék el ott a mindennapjaikat. És az, hogy az ember vagy a gyermek normálisan viselkedik, az nem szegénység vagy nem szegénység kérdése. Ez egy kulturális kérdés. De igen, nem kerülhető meg az, hogy az iskolai erőszak elkövetése is azokon a településeken és azokban az iskolatípusokban magasabb, ahol a cigányság aránya is magasabb. Ez nem jelenti azt, hogy minden iskolai erőszakot cigányok követnek el, de igenis lássuk azt az összefüggést, és őszintén beszéljünk erről, hogy ez speciálisan érinti a cigányságot és azokat az intézményeket, ahol magasabb arányban vannak a cigány gyermekek. Tehát a Mi Hazánk mozgalom egyáltalán nem támogatja azt, hogy a brüsszeli liberális politikai bürokratáknak az érdekét és elvárásait kiszolgálva a kormány egy ilyen hátrányos helyzetű kvótát vezessen be a magyar közoktatási rendszerben. Ennek éppen az ellenkezőjét kellene csinálniuk, mert a normákat betartó családok és gyermekek jogai az első, ezeknek a garantálását kellene végre az oktatási rendszerben megteremteni. Köszönöm szépen a figyelmet!